A gyermekori trauma gyakran olyan, mint a havazás. Ha nem sok mindenre emlékszik gyermekkorából. Ha úgy érzi, mintha gyermekkorának egy részét kitörölték volna, annak ellenére, hogy önmagában nem tud felidézni mélyen megrázó eseteket, élményeket. Ha abban a hitben van, hogy szép, boldog gyermekora lehetett, csak épp az emlékek halványultak el, érdemes lenne arra is gondolni, hogy egy traumát nem csak egy nagy mértékű negatív hatású esemény válthat ki. A traumát ismétlődő, kedvezőtlen tapasztalatok is okozhatják. Ahogyan egy fal is sok téglából épül, úgy sok figyelmen kívül hagyott kedvezőtlen élmény hatása és komplex traumává növekedhet, amely mérehatóan befolyasolhatja az önvisekedését, gondolatait és érzéseit. Ugyanez, mint a havazás. Egy lavina azonnal maga alatt temet, akár csak egy meghatározó trauma, ami hirtelen rázódul az emberre. De néha behavazódunk. Az szinte észrevétlenül történik. Egy idő után már a válik, és észre se veszük, hogy lassan teljesen ellep minket a hó, annyira, hogy ki sem tudunk látni, bújni alóla. Így végül ugyanúgy csapdába kerültünk, a trauma csapdájába, amiből csak felismerés és következetes munka által van kiút.